A Fekete László Zeneiskola tanárai és növendékei gyakran látogatnak el a gyermekintézményekbe, hogy egy-egy ünnepségen mutatkozzanak be, vagy megismertessék a gyerekekkel a hangszereket, a zeneiskolában zajló munkát. Május 31-én a Bán Zsigmond Református óvodában találkoztunk a zeneiskola képviselőivel. Egy kis nyári muzsika, mondták az óvónénik, amíg az óvodások és a kisiskolások elfoglalták helyüket a nemrégen kialakított díszudvarban. Érdemes volt körülnézni a kicsi zárt udvaron, amely a kihelyezett szép virágokkal hangulatos teret adott ennek az eseménynek. Az óvónénik biztosan találnak és keresnek még olyan rendezvényeket, például kicsiknek szóló színházi vagy báb előadásokat, amelyeknek pontosan megfelel ez a nemrégen kialakított díszudvar. A vendégek a Fekete László Zeneiskolába érkeztek, Kőmíves Miklós igazgató úr vezetésével, és egy kis muzsika keretében bemutattak néhány egyszerűbb hangszert a gyerekeknek. A rövid hangverseny célja az volt, hogy felkeltsék a gyerekek érdeklődését a zenetanulás, a hangszerek iránt. Kőmíves Miklós, mint jó pedagógus, nem csak bemutatta a hangszereket, hanem érdekességeket is mesélt a régi korok szokásairól, a zene szerepéről, az egyes hangszerekben rejlő lehetőségekről. Először a harmonika szólalt meg, amelyről elmondta, hogy ez a hangszer önmagában egy egész zenekar. Koszta Béla előadásában egy menüettet és egy keringőt hallgathattak meg a gyerekek. Ezután többféle fúvós hangszerrel ismerkedett a közönség, a furujával, a fuvolával, a klarinéttal. Kőmíves Miklós elmondta azt is, hogy a zeneiskolában nem csak ennyiféle hangszer van, lehet tanulni zongorán, vonós hangszereken, vagy éppen fejleszteni lehet énektudásunkat. Nagy sikert aratott a trombita erőteljes, ugyanakkor kellemes hangja, és az is kiderült, hogy a középkorban, a csatákban is trombitát használtak. A kis hangverseny végén elhangzott, hogy a Fekete László Zeneiskolába ezen és a jövő héten lehet beiratkozni. Az intézmény szeretettel várja az érdeklődőket.